Ambíciózus célokat kell felállítania a világ vezetőinek a klímaváltozás elleni harcban, jelentette ki az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének ülésén a COP25 elnöke. Csak nem 200 ország vesz részt a kéthetes madridi konferencián, ami klímaaktivisták szerint nem sok eredményt hozott. Ez a COP25 felhívása cselekvésre, ami nem cselekvés, hanem ambíciózus. Ebben kell megegyezésre jutnunk. A COP25-öt tiltakozások is kísérik. A világszerte egyre hangosabb klímaaktivisták szerint a politikusoknak valóban cselekedniük kell, és túl lassan reagálnak a globális felmelegedésre. Még egy évük van a Glasgow-i COP26-ig, addigra meg kell oldaniuk a problémákat, nem támogathatjuk tovább ezt a tétlenséget, véli ez a tüntető. A madridi helyszín előtt az Extinction Rebellion klímaaktivistái 12 jégtömbre állva, nyakukban kötelekkel tiltakoztak, ezzel jelképezve, hogy fogy az emberiség ideje.